Megbetegedések, az oltások fontosságára hívták fel a figyelmet. Iskolakezdés, számos feltételnek kell megfelelniük a gyerekeknek, mielőtt elkezdik az első osztályt. Télen is népszerűek a fürdők, sokan látogatják igazán a hideg hónapokban. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A légúti megbetegedések folyamatosan jelen vannak Somogy vármegyében is. Ezek közül az influenza és a COVID-19 ellen a megelőzés leghatásosabb eszköze a védőoltás. A részletekről sajtótájékoztató keretében dr. Rónai Tamás tisztiorvos adott tájékoztatást. 2024. január 8 és 14-e között, tehát a múlt héten az országban 24.500 főfordult influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz, és 176.400 fő akut légúti fertőzéses panaszokkal, ami azt jelenti, hogy 7-szer annyi, mint az influenza-szerű megbetegedés. Ismertette az elmúlt hét országos adatait dr. Rónai Tamás tiszti orvos, aki hozzátette, az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a felső légúti megbetegedések száma. A szakember kiemelte, súlyos felső légúti fertőzéssel 166-an kerültek kórházba hazánkban múlt héten. Dr. Rónai Tamás hozzátette, Somogyban az év első hetében 628, a második hetében 736 influenza-szerű megbetegedés történt. Az akut légúti megbetegedések száma a vármegyében az első héten 5091, a második héten 5700 volt. Lakosság körében ott van folyamatosan az omikron verziója a COVID-19 betegséget okozó vírusnak, a SARS-CoV-2 vírusnak, de úgy tűnik, hogy nem mindenki van ezzel tisztában, hogy nem múlt el a veszély, világjárvány nincs, de nem múlt el a veszély, megbetegedéseket és kórházi kezelésre szóló súlyos állapotokat okozhat a szövődménye a COVID-nak mai napig is. A lakosság körében cirkuláló omikron verzió ellen kapható, illetve elérhető Kaposi-Mór kórházba keddenként 8 és 9 óra között oltják a ott jelentkezőket, még akkor is, ha nincsen időpont egyeztetésben. Az omikron elleni Moderna Spikevax vakcina. A védőoltáshoz időpontot kell foglalni, vagy lehet foglalni az ESZT-n, de ha nincs, akkor is kedden 8 és 9 között hozzáférhető. Ez a vakcina, ez mind alapimmunizálásra, tehát legelső oltásként, mind úgynevezett boosterként, emlékeztető oltásként felhasználható. A COVID kapcsán elmondta, az átoltottság 75,5%, emlékeztető oltásokat pedig 47,5%-uk kapott. A leghatékonyabb védelmet a védőoltás jelenti, tette hozzá dr. Rónai Tamás. További funkciókkal bővült az egészségablak. Az applikációban már a társadalombiztosítási jogviszonyt is lehet ellenőrizni. A részletekről a kormány szóvivő Szent Király Alexandra elmondta, a TB lámpa menüpont a tajszám érvényességéről és az egészségbiztosítási jogviszony státuszáról ad információt. A funkció naponta frissül, így mindenki napra készen ellenőrizheti, hogy rendezette az egészségügyi ellátáshoz szükséges jogviszonya, vagy sem. Ismertetése szerint a TB lámpa menüpont alatt több színkategória működik. A zöld lámpa esetében a felhasználónak érvényes a tajszáma és rendezett a jogviszonya. Piros lámpa esetében a tajszám érvényes, azonban a jogviszony rendezetlen, bár a közfinanszírozott egészségügyi ellátás igénybe vehető. Március 1-től átlagosan 20%-kal nőnek a szakápolói alapbérek, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. A tárca vezető emlékeztetett, a kormány az európai gyakorlatot alapul véve korábban úgy döntött, hogy az orvosbérek 37%-ában határozza meg a szakápolói kereseteket. Ennek eléréséhez még 20%-os emelésre van szükség. A bérek ilyen arányú újabb növelésével március 1-től a szakápolók keresete átlagosan 715.000 forint lesz. Fizikailag és pszichésen is meg kell felelniük a gyerekeknek ahhoz, hogy iskolaérettek legyenek. A gyakori meseolvasás, a mozgáskoordináció és a beszédgyakorlatok ebben segítik a kicsiket. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a szülők kellő figyelmet fordítsanak a gyermekekre. Kékkel vagy a fehérrel szeretnél? Kékkel! Jó. Négy. Egy, kettő, három, négy. Nagyon ügyes vagy.
A számolási készséget és a szabálytudatot is fejleszti ez a játékos feladat. Ezek is fontosak ahhoz, hogy a nagycsoportos gyerekek iskola éretté váljanak, csak úgy, mint a szem és a kéz megfelelő koordinációja. Így hozzájön és így elvarázsolni, jó? Azaz! Hoppá! Zéti nagyon érdeklődő és nyitott a világra, minden feladatot szívesen elvégez. Beszéde is sokat fejlődött a logopédiai gyakorlatoknak köszönhetően, de szülei is sokat foglalkoznak vele otthon. A mesemondás például része a mindennapoknak. Este mindig van mese, vagy valamiből olvasunk neki, amit ő kér, illetve nagyon emberközpontú, hogy ő szeret emberekkel lenni. Több tényezőt kell figyelembe venni, hogy a gyerek iskola érette. Első körben a fizikai állapotát, a biológiai feltételeket kell szemügyre venni, hogy megindult-e a fogváltás folyamata, megfelelő testsúlyú, magasságú a gyermek, illetve hogy a mozgásai megfelelően koordináltak-e. Ezt követően pedig nagyon fontos az, hogy azok a kognitív funkciók birtokában legyen, amik szükségesek ahhoz, hogy az iskolában elsajátítandó ismereteket magáévá tegye. Valamint a fizikai, illetve a különböző kognitív funkciók mellett nagyon fontos az, hogy szociálisan érett legyen egy gyermek arra, hogy be tudjon kerülni az iskolába. Alkalmazkodniuk kell a társaikhoz, együtt kell működniük a pedagógusokkal, ugyanakkor a beszédkészség is előtérbe kerül. Nagyon fontos az, hogy ha mód és lehetőség van rá, a gyermek tisztán tudjon beszélni, szépen artikuláltan használja a magyar nyelvnek a szavait, illetve ki tudja fejezni gondolatait egész mondatban, mert ha tisztán ejti a hangokat, akkor később az írás-olvasás elsajátításánál is sokkal gördülékenyebben és könnyebben fogja tudni ezeket az ismereteket elsajátítani, mert hogyha beszédben keveri a hangokat, vagy torz ejti, akkor valószínű, hogy írásban, olvasásban is keverni fogja. Ezek a hanghibák azonban segítséggel kiküszöbölhetők, mondja Zalavári Eszter. A szakember arra szeretné felhívni a szülők figyelmét, hogy ajánlott időben elkezdeni a kicsik iskolára való felkészítését. Tavaly a pótdíj befizetésekből a MÁV Start kasszájába 88 millió forint, a Volán buszhoz pedig majdnem 60 millió forint folyt be, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. A közlemény szerint a MÁV Start jegyvizsgálói 2022-ben 19 ezer alkalommal, 2023-ban pedig több mint 30%-kal többször, 25 ezer esetben szabtak ki büntetést a jegy nélkül utazók részére. A növekedés egyik oka a vasúttársaság szerint a tavalyi év rekord utasforgalma lehet. Az elmúlt évben csaknem 6700 ügyet sikerült lezárni, ezzel 35 millió forintnyi tartozást egyenlítettek ki a MÁV Start felé, amihez hozzáadódtak a korábbi évekből visszamaradt büntetések befizetései is. A legnagyobb egyösszegű befizetés csaknem 430 ezer forint volt. A nádaratási szezon február 15-éig tart, amelynek során a balatoni nádas töredékét fogják csak learatni az idén is. Indokolt lenne a balatoni nádgazdálkodási terv felülvizsgálata, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI megkeresésére. Az OVF tájékoztatása szerint a Balatont kezelő Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság költségvetésében a korábbi évekhez hasonlóan bruttó 3 millió forintot tudtak elkülöníteni nádaratásra, amit pályázat útján vállalkozókkal végeztetnek. A tavalyi szezonban több mint 60 hektáron vágták le a nádat, az ideiben eddig 57 kérelem érkezett 32,5 hektárra, de ez még nőhet valamennyit. Arra a felvetésre, hogy a balatoni nádgazdálkodási terv szerint a tó mintegy 1200 hektárnyi nádasból évente 200-300 hektárnyi lenne indokolt levágni, az OVF azt válaszolta, ekkora terület learatása nem reális, erre az illetékes vízügyi igazgatóság nem rendelkezik sem anyagi, sem infrastruktúrális erőforrással. Télen is népszerűek a gyógyfürdők, Somogyban több lehetőség is várja a vendégeket, Csisztapuszta, Nagyatád és Csokonyavisonta mellett,
igenis közkedvelt a turisták körében, hiszen számos betegség kezelésére alkalmas a gyógyvize. Eshet az eső, fújhat a szél, vagy éppen hullhat a hó. A somogyi fürdők ilyenkor is nagyon kedveltek. Itt Igalban is már ma délelőtt nagyon sokan jöttek. És hogy mi is annak a titka, hogy ilyen időjárásban is kedvelt a fürdő, erről kérdezem Gellért Attilát. Fürdünk nem csak a nyári időszakban népszerű a vendégek körében, hanem ilyenkor télen a hűvösebb, hidegebb napokon is előszeretettel látogatják fürdőnket. A vendégeket nagyon vonzó, hogy a külső, illetve belső gyógymedencéket is ilyenkor a szokásosnál melegebb gyógyvízzel, 38-39 fokos vízzel töltjük fel, úgyhogy a külső mínuszok ellenére is nagyon jól érzik magukat a vízben, mondhatná igazi felüdülés számukra, hiszen testet, lelket melengető élményben lehet részük, akik ellátogatnak ide ilyenkor. Nagyon sokan jönnek ide Igalba azért is, mert hogy nagyon jó a gyógyvíz, különböző betegségekre alkalmas. Igen, ez így van. Az igali gyógyvizet Európa egyik legjobbjaként tartják számon. 651 méter mélyről 81 Celsius fokosan tör a felszínre. Az ásványanyag tartalma az egészen elképesztő, több mint 10.000 mg per liter, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is az egyik legjobbnak számít. Magas hőmérséklete és ásványanyag tartalma miatt nagyon jó gyógyhatással bír. Fürdőkúraként alkalmazva kiválóan lehet alkalmazni reumatológiai bántalmakra, mozgásszervi panaszokra, ízületi gyulladásokra, nőgyógyászati gondokra, de gerincbántalmakra és urológiai problémákra is használható. Ilyenkor télen kik azok, akik ellátogatnak a fürdőbe? Egyértelmű, hogy belföldről is sokan jönnek, de hogy külföldiek körében is népszerű ilyenkor a fürdő? A téli időszakban döntő többségében belföldi vendégeink vannak, ugyanakkor főleg majd tavasztól, illetve őszig bezárul a külföldről is nagyon sok vendéget fogadunk, ők elsősorban Németországból, Ausztriából, Belgiumból és Hollandiából érkeznek, de természetesen az téli időszakban is megfordulnak nálunk Németországból és Hollandiából elsősorban. Hogyan érdemes, hogyan ajánlott a gyógyvizet igénybe venni, meddig jó benne maradni? A gyógyvizet elsősorban rövidebb időszakokra, de naponta többször kipróbálva érdemes használni. Itt a külső gyógymedencékben átlagosan 40-50 perc a tartózkodási idő, ami javasolt, a belső gyógyvizes medencékben ott pedig egyidejűleg ilyen 20-30 percet célszerű bentölteni, majd utána egy kis pihenővel megszakítva újra igénybe lehet venni a fürdőzést. Nagyon sok programmal is várják az ide látogatókat. Így van. A vendégek már igazából megszokták, hogy nálunk mindig történik valami. A Igalnak már szinte mondhatni, hogy védjegyévé vált, hogy itt nálunk sok programmal várjuk a vendégeket. Az idei évben február közepét tartjuk az első programot, amit Valentin nap alkalmából szervezünk. Itt zenés fürdőzéssel, izgalmas szaunaszeánszokkal, illetve kedvezményes csomagajánlattal várjuk majd a vendégeket. Ezt követően majd a március 15-i hosszú hétvégén húsvétkor és pünköskor lesznek programjaink. Ezek már nagyobbak lesznek, itt sztárfellépők is érkeznek majd hozzánk, és a nyár folyamán pedig beindul az úgymond nagy üzem, itt már egy-két hét igazából bevonva kisebb-nagyobb programokkal minden héten várjuk majd a vendégeket. Megbetegedések, az oltások fontosságára hívták fel a figyelmet. Iskolakezdés, számos feltételnek kell megfelelniük a gyerekeknek, mielőtt elkezdik az első osztályt. Télen is népszerűek a fürdők, sokan látogatják Igalt a hideg hónapokban. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, én köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, kellemes hétvégét, viszontlátásra!